hús. Arra elsősorban a salátákat is szeretem, de valóban a húsra lenne a legnagyobb szükségem. Így kezdődött néhány hónapja a 6 gyermekes családot bemutató riportunk. Az azóta is számos sikert elérő fiatal sportoló fiú álmai a régiek. Eredményeihez valóban húsra és vitamindús táplálkozásra van szüksége. Most egy kortársa sietett segítségére. Bence a nyíregyházi főiskola hallgatójaként számos gyűjtést szervezett már. A Szolnok Segít programban is megkereste azt az ügyfelet, akinek segíteni tudna. Zsolti történetével a Szolnok Segít program keretein belül találkoztam, és hát nagyon megindító volt, én sportoló vagyok, én is tudom, hogy mennyi felkészüléssel jár, és milyen tápanyagbevitel kell egy sportoló szervezetéhez, és ezért úgy gondoltam, hogy Zsoltit egy 40 ezer forintos húsutalmánnyal, illetve egy 10 ezer forintos étkezési utalmánnyal támogatom. A fiúk találkozásukkor természetesen leginkább a sportról, az edzésekről, no meg az erőnlétről, táplálkozásról beszélgettek. És szeretném megköszönni, mert nagyon hálás vagyok, és tényleg nagyon örülök, mert eddig edzőtáborban voltam Tatán, most pedig hazaérve igazából azt láttam, hogy üres a hűtő, és nem igazán tudok mit enni. Szóval nagyon sokat fog segíteni nekem az, hogy most be tudok vásárolni. Zsolt útja a piacra vezetett, azonnal megvette a gyroszhoz valót, ez ugyanis a kedvence. A sok hús és a saláta miatt, ami ideális egy sportoló számára. Bence nagyszerűnek tartja a programot és a nyilvánosságot, mert szerinte így többen is kedvet kapnak ahhoz, hogy segítsenek másokon. Én úgy gondolom, hogy minden ember, hogyha csak egy embernek tud segíteni, már megérte. Zsoltnak további támogatásra is szüksége lenne. Ősztől kezdem a tanulmányaimat az egyetemen, Budapesten, és egyelőre egy laptop hiányzik, mert a tantárgyaimat és a vizsgákat csak azon tudom felvenni. És ebből még nagy hiány van, most erre gyűjtök, a ballagási pénzem is erre fog menni. A nyári junior világbajnokságra is készül, melyet Amerikában rendeznek meg. Ehhez egy szöges cipőt kell még vennie. Legutóbbi versenyén egyébként megsérült a sportoló lába. Gyógykezelésének anyagi fedezetét épp az EUJÁLIS-on ajánlotta fel dr. Bene Ildikó, a Szolnok Segít program fővédnöke. Aki szeretne csatlakozni a segítők köréhez, szándékát a Humánszolgáltató Központ elérhetőségein jelezheti.